Nos, reggel van. Ilyenkor általában... Na, ajajajaj, be is kéne mutatkozni. Szóval, Beri vagyok, egy hamarosan 2 éves fekete kis cica fiú, aki nagyon szeret játszani, enni, és még többet játszani. Na jó, egy dolgot nem mondtam el, de ígérjétek meg, hogyha ezt elmondom, akkor nem fogtok itt hagyni. Szóval ugye nagyon szeretek enni, aludni, játszani, és persze rosszalkodni. Habár lehet, hogy ezt kinéztemről is tudtátok volna, de mindegy is. Ja, és persze ez egy napi vlog lenne. A reggelimet általában egy reggelivel kezdem, de ahhoz fel kell ébreszteni a szolgáinkat. Amúgy a szolgáink neve szolga 1, szolga 2, és tudom hihetetlen, de szolga 3. Ebben a szolgaébresztés dologban Cicu a király. Mert ugye 3-an vagyunk. Cicu, Boróka, és én. Kaja után a mellékhelyiségbe megy az utunk, de ha nem baj, azt inkább nem mutatom meg. Ezek után jött a kedvenc tevékenységem, így van, a játék. Néha szolga 1, 2 vagy akár 3 szokott velem játszani, mert a többi macska valamiért nem akar. Ezek után jött az alvás, ez lehet nektek unalmas, de én ezt is nagyon szeretem. Ez nem jár túl nagy mozgással, de nagyon egészséges legalább. De most nem tartok itt biológia órát. Alvás után szolga 3 általában tanulni szokott. 2 óra tud történni ilyenkor. Első. Oda megyek hozzá, és ott alszom tovább. Vagy oda megyek, és idegesítem. Például a tollát ellopom, rágom, stb. Szolga 3 ilyenkor általában kirak a szobájából, de hát tudjátok, hogy meddig maradok ott. Úgy van, semennyit. Azután, mielőtt a szolgák esznek, mi macskák is eszünk. Miközben ők esznek, mi oda megyünk, és idegesítjük őket, vagyis hát igazából nem idegesítjük, hanem kunyerálni akarunk. Ezek után nem túl érdekesek a dolgok. Alvás jön. Én akkor le is zárnám itt ezt a videót. Jó éjszakát!